Így nézett ki a vásártér a Kodály Zoltán általános iskolában péntek délután. A hagyományos mihálynapi vásáron a gyerekek többnyire a szüleikkel közösen készített portékákat árulták egymásnak jelképes összegért. Őszi témakörben készítenek csak saját maguk készítette kézműves termékeket. Ez lehet egy mézbe dobált dió, de lehet ez fűszerkeverék, lekvár, asztali dísz, bármi olyan, ami a gyerekeknek, felnőtteknek megtetszhet. Ilyenkor osztályközösségenként árulja a portékáját mindenki. Az iskola intézményvezetője örömét fejezte ki, hogy az elmúlt évek viszontagságai után ismét teljes egészében meg lehetett rendezni az eseményt. Az iskolánkban nagyon régi hagyomány az, hogy megrendezzük ezt a közös ünnepet, a szüreti mulatságokat, a táncos zenés mulatságokat, népzene, néptánc, ahogy itt halljuk a háttérben is. Ez egy nagy közösségi erő, nagy közösségi rendező erő az iskolában. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is itt vannak ma a hagyományos mihálynapi vásáron. A program részeként a kézműves foglalkozások keretében a gyerekek kipróbálhatták a csík technikás hajtogatást, emellett sündisznót is készíthettek papírból, különböző ügyességi játékokon vehettek részt, az ujnyomatos, illetve dugónyomatos festés rejtelmeibe is elmerülhettek, az esemény zárásaként pedig a saját készítésű mustot is megkóstolhatták.